A hétvégén letartóztatta a belga rendőrség Greta Thunberg svéd aktivistát, aki társaival együtt ülősztrájkot tartott Brüsszelben a fosszilis tüzelőanyagok Európai Uniós támogatásának megszüntetéséért. A résztvevők lezártak egy közutat az Európai Bizottság és az Európai Parlament épületétől néhány kilométerre. A demonstrációnak azonban a rendőrök véget vetettek. Greta Thunberg azután kezdett tiltakozni, hogy kiderült, az EU jelenleg is évi több mint 100 milliárd eurót költ az olaj- és gázipar támogatására, miközben korábban Ursula von der Leyen ezek fokozatos megszüntetését ígérte.